A HTS KTM Team nyerte a csapatbajnoki versenyt Kőszárhegyen. A peresztegi székhelyű csapat immáron harmadik éve nem talál legyőzőre, pedig idén nagy erőkkel készült a Husqvarna Maurer Team, hogy elnyerjék tőlük a vándortrófeát. Két szlovén és egy amerikai versenyzőt is neveztek, de a vált siker elmaradt. Németh Kornél, Déci Balázs és Svoboda Bence legyőzhetetlen volt ezen a viadalon. Magabiztos előnnyel nyerték meg az élsport kategóriát, a Maurer Husqvarna és az OKR KTM csapatai előtt. A tömegsportban a Hell KTM Kecskemét örülhetett az első helynek, a dobogóra a Mami Team Fehér két csapata állhatott még fel ebben a kategóriában.